Mikrofon bedugva, üdvözlök mindenkit a mai élőn. Szalud! Mm. Mm. Egészen kiváló! Egészen kiváló! Na most nézzük, ahhoz, hogy lássam magamat, ugye megint meg kell találnom az élőadást tableten. Csak úgy tudom olvasni a kommenteket. Addig gyűjünk szépen, gyűjünk! Sikerült. Várjunk csak, de akkor ezt le kell nutan. És hogy látom a kommenteket? Aha, megvan. Igen, így fogom nézni a kommenteket. Tehát <coughs> a mai! Ö, jó a hang. Most most megálltam, nem tudom miért. Előtte nem tudom minek kattintottam. Sose tudom használni ezt a tabletet rendesen. Nem tudom mi baja van. Most valamit elnyomkodtam. Jó, most látszódom, csak most nem De indult így, el a... Ezt le kell névíteni. Na, várjunk. És persze napszerűen hogy nem látok semmit, mert annyira világos vagy. Igen, így fogom nézni. Csak tudnám, hogy kell lenémíteni. Jó, mindegy, most lenémítettem magamat így. Szuper, úgy látom, már beindultak a kommentek. Tehát ma folytatom azt a sorozatot, amiben ö olyan híres emberekről beszélek, akikre én, én felnézek, vagy akik valamilyen szempontból példaképek számomra. Ezt a mai adást szeretném külön ajánlani Szabolcsnak, kedves barátomnak, aki talán nézi az adást, nem tudom, hogy itt van-e, mert napszemüvegben az égvilágos, semmit nem látok a kijelzőből, <laughs> de talán látom. Azt nem látom, hogy itt van-e. Na mindegy. <kül> Tehát Szabolcsnak ajánlom, akiről ma szó lesz, az... Az egy olyan ember, aki, aki egy spekuláns, egy tősdegurú, egy, egy filozófus, egy pénzember, és ö, ö, mi szoktunk erről beszélgetni. Tehát Szabolcsán nagyon sokszor volt úgy, hogy éjszakákat beszélgettünk át arról, hogy mit gondolunk, milyen, mind szeretünk tősdézni. Sokat, sok éjszakát beszélgettünk át arról, hogy, hogy mit gondolunk a, a, az elkövetkezendő egy hónapról, egy évről, tíz évről, mifelé halad a világ. Ö, a korai barátságunk, tehát az, hogy nagyon hamar összebarátkoztunk, annak a, annak, annak a legfőbb oka az, hogy, hogy bizonyos dolgokat teljesen egyformán láttunk. Tehát van egy csomó olyan ö, közös, hasonló megítélésünk a világban végbe menő folyamatok szempontjából, amik amik hát ezt, ezt, így összehozták, ezt a dolgot, hogy azonnal elkezdtünk tudni beszélgetni. Mondjuk hajnali egykor felhívtam, és elmondtam neki, hogy hát képzeld el, mi történt, mit szólsz ehhez, és mondtam, 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 és fél kettőkor, amikor abba hagytam, akkor elkezdtem mondani az ő verzióját. Akiről most szó lesz, André Kosztolány, magyar származású de egyébként hát a világban mindenhol, de leginkább Amerikában, Párizsban vagy Németországban élő pénzügyi befektető üzletember. A szokásosról eltérően most nem akarok egy hagyományos felépítést, annyit elmondok, hogy 1906-ban született, tehát ő is ez a, ez a régebbi generáció, ez a, ez a régi üzletember kategória. Én, én arra gondoltam, hogy a legjobb megoldás az lesz, hogyha arról, hogy ő milyen, Leginkább, ugye említettem nektek, hogy ö, lesz majd felolvasás, és az egyik könyvének az elején ő, ő jellemzi saját magát. Tehát ő megpróbálja bemutatni saját magát, úgyhogy most ezt az egy oldalt fogom felolvasni, ami, ami erről szól, így megtudjátok, hogy kiről van szó. Ö, miután, miután megtörtént ez a felolvasás, van egy másik könyv, amiből majd egy-két történetet szeretnék nektek elmondani és, és utána hát a beharangozóban volt egy olyan egy tárgybemutatás. Mit jelenthet ez a tárgybemutatás? Készítettem ide egy, egy kis albumot, amiben majd olyan dolgokat fogok nektek mutatni, amik abból a korból származnak, amikor, amikor ő élt. Ez, 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 a háború előtti korszak, tehát mondjuk így a 20-as évek. Na nézzük a kommentekben, nem kérdeztem meg ugyan, de azt hiszem, hogy a, azt hiszem, hogy a hang hallatszik. Szabocs közben most csatlakozik, lemaradtál a, a köszöntőről, de majd visszanézed, hogy az elején ezt elmondtam, hogy neked szól részben. Mindenkinek szól természetesen, aki nézi csak, hát ezt most Szabolcsnak ajánlom. Tessék, még egyszer elmondtam. Jó, és a végén, tehát ugye még a kommentek előtt el akarom mondani, hogy miután már megismertétek ennek az embernek a gondolatait, azt, hogy milyen életet élt, el fogom azt mondani, hogy miért van rám hatással. Kezdjük tehát azt, hogy ki is André Kosztalány, az 1960 ban született pénzügyi gurú. Hogy, hogy gondolkozik ő magáról? Hová sorolhatnám magam? A profi tőzsdések újságírónak tartanak, így tehát a tőzsdén kívülálló vagyok. Legjobb esetben is csak egy hóbortos fickó. Lehet, de azért eddig egész jól csináltam. Már 11 évesen devizakereskedelemmel foglalkoztam az osztrák-magyar monarchia széthullása után következő zavaros időszakban, amikor az utódállamok örökölt valutáikat és bankjegyeiket szüntelenül cserélgették. Ebben az űzavarban szereztem az első tapasztalatokat. Életem tehát már 60 éve összefonódik a tőzsdével. Túléltem már földrengést és özönvizet is a pénzpiacokon, és a tőzsdének köszönhetően a szándékomban állna, akár kényelmesen nyugdíjba is vonulhatnék. Akkor viszont nem tarthatnák most a kezükben ezt a könyvet. A kollégáknak tehát újságíró maradok, nem pedig profitősdés. Erre azonban büszke is vagyok, mert az újságírás tartom a legszebb foglalkozásnak. A sajtó sem tartott soha saját gyermekének, legfeljebb vendégmunkásnak. Bár több millió olvasót tudhatok a magaménak, és szóval és pennával is küzdök a szabad gazdaságért, valamint annak ellenségei és ragadozó jelen, még soha nem kaptam ezért semmiféle díjat. Hát igen, azért Dögol tábornak 25 évvel ezelőtt publicisztikai érdemei a becsülentrend lovagjává ütött. Akkoriban a nagy napilap, a Párizs Presse külpolitikai kommentátoraként tevékenykedtem. A bankárok a maguk részéről feddes szemmel néznek rám, mert soha nem rejtem véke alá a véleményem, ha meg vagyok győződve arról, hogy ártani akarnak a közérdekeknek. Mindamellett mégis meghívnak előadást tartani, melyre aztán csapatokban gyülekezik a közönség. A professzorok megmosolyogják jelentéseim és elméleteim, de mégis figyelmesen hallgatnak. Nem is beszélve az érdeklődők ezreiről, akik előadásaimat látogatják, vagy az egyetemistákról, akiknek több főiskolán is órákat tartok. Beismerem, hogy soha nem tanultam közgazdaságtant az egyetemen, annál inkább az élet dzsungelében, ahol sokkal nagyobb tanulópénzt kellett fizetnem. Így ez inkább szerencse, mert ezáltal teljesen elfogulatlan tudtam maradni az objektív elemzések készítésében is. A vállalkozók és üzletemberek évente egyszer mérleget készítenek. Nos, én ennek a könyvecskének az apropóján felállítom életem első mérlegét, és felteszem magamnak a kérdést. Kosztó, mi az, amit helyesen cselekedtél, és mi az, amit rosszul csináltál? Ha tőzsdeguru maradtam volna, ma egy Wall Street-i felhőkarcoló egyik elegáns irodájában ügyselögnék, körülöttem egy tucat telefonnal és számítógéppel, és órákon keresztül az izgatott ügyfelek rendelkezésére kellene állnom, folyamatosan figyelve, hogy egy negyed dollárral emelkedik, vagy csökken az árfolyam és ennél fogva hatalmas zűzavarban nem tudnám világosan átlátni az égető problémákat. Ha rögtön az egyetem után újságíróként kezdtem volna pályafutásom, olyan hivatással tehát, melyet igen sokra becsülök, és emelyre mindig is vágytam, akkor nem rendelkeznék a mára már tonnányi aranyat érő tapasztalattal. A szerkesztőségben gubbasztanék, és olyan témákról tudósítanék, amelyek csak érintőlegesen foglalkoztatnak, vagy amelyekhez nem is értek. Ha az egyetemi karrier mellett döntök, esetleg megrekedtem volna egy kisvárosi egyetem katedrájánál, amelyet, hogy körbeutazzam a világot, ahelyett, hogy körbeutazzam a világot, és emberek millióival ismerkedem. Hiszen az én világom igazán New York, London, Párizs, München, a Riviera és Budapest. Ha nemes gazdasági szakértő lennék, örökké attól reszketnék, hogy sikerül egy adott vállalatnak az én útmutatásaim alapján nagyobb nyerességre szert tenni. Na nem. Inkább maradok hippi, egyfajta prédikátor, aki teljesen független, aki bármit leírhat és kimondhat, amit helyesnek tart, még akkor is, ha ezzel olykor mások tyúk szemére lép. Így van jól, és így helyes, sem úr, sem szolga nem lehetsz. Sokan bolondnak tartanak, mert elég bátor vagyok, hogy megfogalmazzam az igazságot. Humorra a fűszerezve, amit a prominens gazdasági szakértők nem mernek megtenni. Csupán egy fájó pont az életemben, nem vagyok képzett zenész, csak zenebolond, még ha a zene a művészeti iránti rajongásom gyakran előre mozdította is a gazdasággal és tőzsdével kapcsolatos emlékedéseimet. Andrei Kostolány, München, Párizs, 1983 nyara. Tehát már ezt is nagyon régen írta. Ugye euh, 1999-ben halt meg. Euh, ez különösen azért fájó pont neki. Ugye amit most felolvastam, abból, abból látjátok, hogy, hogy euh, egy interjúban így hivatkoztak rá, hogy reneszánsz ember. Tehát olyan valaki, aki, aki, még a régi korok értékei szerint élt, foglalkozott tőzsdével, foglalkozott újságírással, emellett ő nagy zenebolon volt, ugye nem volt képzett zenész, de hát ezt tudjuk, hogy az operajárás, stb. Malnár Ferenc közvetlen barátja volt, az író Molnár Ferenc közvetlen barátja volt. Rengeteg, rengeteg olyan oldal van, ami nem csak a pénzhez kötődik de mégis a pénzügyi mahináció lévén, révén várt ismerté. Ami nekem ebben, már így az első körben szimpatikus volt, most nem akarom nyilván előre szaladni, de ami nekem ebben, ebben az életudban elsőre szimpatikus volt, az az, az amikor ő kijelentette, hogy bizonyos dolgok, emlékeztek a, a két nap ezelőtt esti videómban, amikor azt mondtam, hogy ha az ember coach tréningre megy, akkor meg lesz a kötve, és csak coachként tud gondolkozni. Ha a közgazdász tréningre megy, akkor csak közgazdászként tud gondolkozni. Már ebben a rövid önélet ö, kis önmagát bemutató ö, dologban is volt egy nagyon fontos dolog, Bemutatta azokat a dolgokat, hogy mi lett volna, hogyha ez vagy ez vagy amaz lett volna, és minden esetben megmutatta, hogy az miért korlát. Tehát, hogy az miért korlát. Ehelyett ő azt választotta, hogy nem ezt, vagy azt, vagy azt csinál, hanem mindent. És ezáltal ezektől a korlátoktól megszabadult. Ő szabadon mondhatta azt, hogy szerint a gazdaság össze fog omlani, mert egy jegybank elnök nem mondhatja ezt, hiszen a pozíciónál fogva kötelező az, hogy azt számokkal alátámasztsa, Egy politikus nem mondhatja ezt, hiszen a népet nem rémhítheti meg. Egy újságíró meg, pff, ha ezt mondja, vagy hallgatnak rá, vagy nem, és utána hiteltenné válik, soha nem többé nem fogják ezt meghallgatni. Egy magánszemély, akit nem kötelez semmi, ezt, ezt nyugodtan kimondhatja. Na most... Közben nézem a kommenteket, hogy, hogy euh, akadnak-e kérdések közben. Nyugodtan feltettek kérdéseket is közben, de azt hiszem, hogy ezekre majd a végén No, Egyenlőre nem volt kérdés. <kül> és ez a másik könyve, ez a Több, mint pénz és mohóvágy. Nem tudom, hogy lehet -e még kapni Magyarországon. A könyvei természetesen nagyon sok nyelvre lefordítva megjelentek. Több olyan dolog is kötődik hozzá, ami ami bizonyos szempontból ismertétette. Az, az egyik ilyen dolog az az, az, az az arany ellenessége volt, amiben azt mondta, hogy a valutákat nem szabad az aranyértékéhez kötni. A, a filozófia mögött az volt, hogy az aranyhoz kötött valuta, mivel az aranyára viszonylag kevéssé változott. Ugye a gazdasági válságok idején az aranyára megnő, mert akkor ez egy menekülő valuta, aztán lecsökken. Viszont ha úgy gondolta, hogy ha egy devizát, egy valutát ehhez kötünk, akkor. akkor ez gátolja a gazdasági fejlődést. Tehát, hogy akkor nem, nem tudunk elrugaszkodni ettől a dologtól. Most van erről egy külön kis írás, amit az anonymról szeretnék elolvasni. Na, nagyon rövid, tényleg csak ennyi az egész. És ez jól bemutatja azt, hogy, hogy milyen ember volt ő, milyen, milyen filozófia, milyen gondolkodás van a mögött, ami, amit én szeretek igazából. Ez a, ez a másik könyvéből van, kedvenc történeteim a pénzről hasznos ötletek befektetőknek és spekulánsoknak. Ebben ilyen egészen rövid történetek vannak, számtalan rövid történet, amik, amik nem olyan dolgok, amiket így axiómaként kell megfogalmazni, és, és, ez nem egy közgazdasági tankönyv, amiben, amiben végig kell olvasni valamit, és akkor ezt meg kell tanulni, és utána fel kell mondani a, a tanárnak, hanem ezek olyan dolgok, amik, amik, amik filozófiaiak kell, hogy az emberbe beépüljenek, kell, hogy itt a tudatalatiban ott legyenek, egyfajta Kell sokféle gazdasági tudás, kell sokfajta megérzés, kell sokfajta egyéb dolog, amit így be kell fogadni. Tehát ahhoz, hogy így a gazdaság ütőerén tudjuk tartani a kezünket, és amikor a gazdaság ütőere nagyobbat vel, kisebbet vel, vagy stb., és ezt érezzük, hogy mi történik, akkor igazából nagyon sok más információra is szükség van, mint pusztán közgazdaságtanra. Nézzünk egy történetet, amit a, az aranyhoz való viszonyáról ír. Titkos aranyügyleteim. Született spekuláns vagyok, harcterem a tőzsde. Egy azonban idealista is vagyok, és energiámat gyakran olyan dolgokra pazaroltam, amelyek haszontalannak bizonyultak. Azok ellen folytatok küzdelmet, akiknek mindene az arany. Azok ellen tehát, akik elméleti meggyőződésből, vagy csupán csak a spekuláció miatt fel akarják srófolni az aranyárát. Újra és újra leírtam. Folyton azt hangoztattam, mind a televízióban, mind a sajtóban, de még a kávéházi törzsasztalomnál is, hogy ezzel őrültséget követnek el. Érthető, hogy mindenek előtt az oroszok és a délafrikaiak akarják megduplázni az árat, hiszen ez az egyetlen cikkük, amelyet korlátlan mértékben tudnak exportálni. Ismert tény, hogy az oroszok az utóbbi időben inkább adósságokat halmoztak fel, mint sem megszabadultak volna aranyuktól. Mindez stabil meggyőződésükből tették, hogy az arany árát növelni kell. Az 1967-68-as évfordulóján ez a kampány hatalmas méreteket öltött. Be kell vallanom, hogy ez a forgószél még engem is, aki pedig a stabil aranyán megrözsölt híve vagyok, magával ragadott. Bár szilárd meggyőződés ember vagyok, de ugyanakkor alázatos is. Miként egykor egy görög filozófus kijelentette magára, hogy tudja, hogy semmit sem tud, az igazi spekulásnak szintén leghatározottabb meggyőződés ellenére is tudnia kell, hogy tévedhet. A világszerte tomboló arany spekulációval kapcsolatban egy reggel én is feltettem magamnak a kérdést, hogy esetleg nem tévedek-e? És azon a reggelen, amikor Mr. Martin, az akkori amerikai jegybankelnök, Bázelből visszarepült Washingtonba, visszavonultam tornyomba, és töprengeni kezdtem. Ha az aranyárat minden logika ellenére felemelik, lesz -e még egyáltalán merszem kilépni az utcára, megjelenni a kávéházi törzshelyemen, ahol ismerőseimmel találkozhatom, akiknek állandóan aranyelméletemről prédikáltam? Felvettem tehát a telefonkagyót és felhívtam Svájcot, hogy aranyat vegyek. Ó, milyen mélyre süllyedtem. Aranyat veszek. Mind az ostoba spekulánsok. A hamis profétákat és az elméleti szakembereket követve, akik megfélemlítik embertársaikat, hogy abból hasznot húzzanak. Tízezer unci aranyat vettem a Genfi Credit Suisse hiteléből. Természetesen a legnagyobb titokban. Egy barátom indiszkréciójának köszönhetően azonban árulásom, ismerőseim legnagyobb kárőrvendésére, egy párizsi napilapban nyilvánosságra került. De hiszen nem is lettem áruló. Itt nem az aranyom volt a hangsúly, csak éltem a lehetőséggel. Az aranyára csak emelkedhetett, semmiképp nem csökkenhetett. Ki az a spekuláns, aki lemondana az ölébe hulló pénzről? Még a kölni domra is habozás nélkül üzletet kötnék ezért a pénzért. Ráadásul az a meggondolás vezetett, hogy soha nem kételkedtem abban, hogy egy esetleges embargó áreltolódásokat eredményez a magánszektorban. Ha azonban baklövést követek el, a megaláztatásért cserébe legalább gyógyít a sebeimre. Pénzben mérhető vég formájában. Ha tényleg felmenne az aranyár, akkor mehetek a pénztárhoz bezsebelni a nyereséget. Ami azután történt, mára már történelem. Négy nap múlva kiirdették az aranyembargót, a magánpiacon kismértékben ugyan, de növekedett az ár, de a spekulánsok legmerészebb álmaiban dédelgetett hivatalos árrobbanásról szó sem volt. És ebben a tekintetben a jövőre nézve sem lehetett különösebb reményeket táplálni. Az elégedettség érzésével tölt el, hogy elemzésem helyes volt, most azonban két szék között a földre kerültem. Ha felmegy az aranyára, akkor az elméleti oldal szenved ha csökken, akkor a gyakorlati. Így van ez a spekuláns filozófál, és házalni kezd az ötleteivel. <laughs> ezt a történetet azért nagyon szeretem sokszor, ezt a történetet azért nagyon szeretem, mert Szabolcsán nagyon sokszor beszélgettünk aktuális tőzsdei kérdésekről, aktuális részvényekről. Most a Boeing fel fog menni, le fog menni. Ez az alja, hol az alja? És én mindig azt mondtam, hogy én ebben nem adok tanácsot, én azt mondom el, hogy mit gondolok, de mindenki a saját pénzét felül, és mindenki a saját pénzét kockáztatja. Ez egy nagyon kedves történet volt, amiben... Ugyan Dél Kosztolány is elismerte, a történetei során számtalan olyan hibát beismer, amit elkövetett. És van egy nagyon fontos dolog, van egy ilyen kis mondásom, ami azt jelenti, hogy ha veszítettünk a tőzsdén, keresztet kell vetni a pénzre. Ö, köthetünk új üzleteket, de az a jövő, annak semmi köze nem lesz a múlthoz tehát nem szabad a veszteség fölött keseregni, nyilván tanulni lehet a dologból. Ebben a kis írásban beismeri azt, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy fedezeti ügylet. A fedezeti ügylet azt jelenti, hogy amikor nyitunk egy pozíciót valamilyen irányba, akkor valami mással azt lefedezzük. Tehát az, hogyha az a pozíció esetleg mégis esne, valami más, de nyilván a fedezeti pozíciónak olyannak kell lennie, ami azzal ellentétesen mozog. Tehát ha az meg akkor emelkedni fog, és akkor mégse veszitek annyit. Na most akkor miért nem, ha ez esik, ez meg emelkedik, akkor, akkor nullán vagy, tehát akkor egyik el se keresen. Nyilván az egyik pozíció sokkal nagyobb, másik meg egy kisebb fedezet. Tehát ezért ne legyen veszteség. Az ő számára itt ez azt jelentette, hogy erkölcsi veszteséget szenvedel ha aranyat veszik, és ez kiderül, mert ugye mindenkinek azt mondogatta, hogy hát aranyat nem szabad venni, ebből nem szabad uh, kiindulni. És a végén nagyon szépen megmagyarázta, hogy hát kérem, ha mégis elkölcsi veszteséget szenvedek el, legalább, ha mégis emelkedik az aranyára, és én tévedtem, legalább megyek a kasszához, és bezsebelem a, <laughs> bezsebelem a nyereséget, mert vettem. Nem mondja ezt így ki, de nagyon szépen rá lehet húzni az én kedvenc mondásomat, ugye Szunce, a körülmények kedvező alakulása szerint módosítsuk terveinket. Hát volt egy elmélete, volt egy volt egy sajátságos filozófiája, eh, ahogy ő mondta ezt, egy ideológia, amihez ragaszkodott, de amikor változott a történelem kereke, azonnal lépett. És eh, ezt már korábbi videókban is elmondtam, hogy a vállalkozói lét alapja mindig a változó körülményekhez való változási képesség, a rugalmas változási képesség. Akkor lehet valaki jó vállalkozásban, vagy akár tőzsdében, hogyha ez erre a rugalmasságra képes. Nagyon érdekes történet volt, szerintem, legalábbis számomra. Katalin Barta, szia Májk, mit szólsz Biden győzelméhez? Most, most, nem ez a téma, de majd lehet, hogy válaszolok erre a, erre a dologra is. Most André Kostanájról beszélünk, tehát most egy, egy, egy kevésbé, lehet, hogy számotokra ez esetleg egy kevésbé érdekes téma, de ugye sokszor elmondom, hogy, a, hogy a, ez, a, ez az oldal arról szól, hogy én milyen vagyok, amikor két nappal ezelőtt este elmondtam, hogy, hogy milyen kihívásokkal nézek szembe. Azt sokan értelmezhetétek úgy is, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez, egy, nehéz helyzet, ez egy olyan fajta feltárulkozás, amiben esetleg túl sokat megmutatok abból, amit nem kellene. De én nem gondolom így, ez egy, ez egy helyzetértékelés volt akkor, azt mond, elmondtam nektek, hogy most milyen helyzetben vagyok ebből, mifelé lehet elhatni. A mostani történet, tehát ezek a könyvek, pedig azt mutatják meg, hogy én hogyan alapoztam meg azt a fajta gondolkodásmódot, ami esetleg ebből a helyzetből előre vezethet. Ugye beszéltünk itt a probléma megoldásra, és mondtam nektek azt, hogy szívesen várok történeteket olyanoktól, akiknek a problémáját meg kell oldani, ezt egy ilyen próba jelleggel elkezdhetjük, majd erről lesz rendes felhívás, meg poszt, tehát ezt nem most, ezt most csak úgy ugye mondom nektek. Uh, ahhoz, hogy valaki hitelesen tudjon esetleg problémákat megoldani, akkor nagyon jó, ha, ha bizonyos szempontból látjátok azokat, hogy mit tud, miken ment keresztül. Tehát kell valamiféle, Probléma megoldáshoz nem lehet felmutatni egy közgazdasági diplomát. Probléma megoldáshoz nem lehet felmutatni egy pszichológiai diplomát. Ö, azt is mondhatnám, hogy ezt is, azt is, meg amazt is, meg amazt is fel kéne mutatni, vagy egyiket sem, hanem minden területről olyan ö, tudást összeszedni, ami aztán egy koherens, homogén tudássá kovácsolódik össze. Tehát az kevés, hogyha egy kicsit tudsz erről is, erről is, erről is, meg erről is, mert az, az fragmentálódik, tehát az, az teljesen szétdarabolja a tudást. Viszont, ha azt mondom, hogy egy kicsit innen is, innen is, meg innen is, meg innen is tudok, és ezeket összegyúrva egy konkrét tudássá, egy folyammá alakul ez, akkor ezek erősítik egymást, nem pedig gyengítik, nem szétforgácsolódik. Olyan, mint amikor hajós kötére gondoljatok, amit ilyen sok, egy csomó ilyen kicsi vékony szálból összesodornak. És ezek kicsi vékony szálak összesodorva azok egy erős kötél ami megfogja a vitorlát. Megint sikerült egy hajós példát betennem. Az utolsó történet, amit fel fogok olvasni, egy, egy olyan történet, amihez aztán majd szeretném megmutatni, a, amit szeretnék megmutatni. Tehát ami a tárgybemutatás következik. André Kosztalány most a, a címe ennek a devizakereskedelme az első világháború után. A deviza és a valuta közötti különbség alapvetően az, hogy valutának akkor nevezzük, amikor az adott ország nemzeti valutájáról beszélünk, tehát mondjuk a forintról, vagy a dollárról, vagy akármiről, deviza pedig az, amikor ezt egy elszámoló eszközként használjuk. Tehát deviza az, amikor a dollárt az euró ellenében mondjuk átváltom, vagy használom. Az úgymond banki pénz, a valuta az meg a, a kezedben lévő pénz, ami, ami effektíve ott nagyon rövid uh, magyarázata ez, nem közgazdaság nem biztos, hogy helyesen megállja. De úgy gondoltam, hogy ennyit azért tudjatok róla. Tehát a deviza kereskedelem az mindig egy olyan dolog volt, főleg még az euró bevezetése előtt, amikor Európában számtalan kis apró országként számtalan deviza volt, és ezzel mindig lehetett spekulálni, mindig lehetett ö, olyan dolgokat ö, létrehozni, hogy na, egy kicsit eladok itt, egy kicsit eladok ott, és mivel a, az, hogy én itt megveszek valamit és eladom ott, most nagyon egyszerű dolog, megveszek valamit itt egy euróért, és eladom két euróért egy másik országban. Akkor viszonylag könnyen ki lehet deríteni, hogy én ezt egy euróért vettem ott meg, ott meg kettő adtam el, egy eurót kerestem rajta. Na most a, a régi korokban, amikor még mindenkinek külön devizája volt, akkor megvettem valamit forintban, és azt eladtam kint, mondjuk frankért, francia frankért, akkor az abból befolyt pénzt nem biztos, hogy visszaváltottam forintra, és úgy számoltam el a nyereséget, hogy a kettő különbségem, mi, mert akkor az árfolyamon is veszíthettem. Lehet, hogy a befolyt frankból valami mást vett Franciaországban, amit eladott Angliában fontért, majd az Angliában eladott fontért dolgot pedig Svájcban svájci frankért. Tehát a spekuláció lényege számára akkor ezt jelentette. Akkoriban az árutős, de óriási méreteket öltött. De beszéljen André Kostanán, és akkor így jobban megértitek. A központi hatalmak Németország, Ausztria, Magyarország, Bulgária és Törökország vereségének következtében 1918 őszén az osztrák-magyar monarchia összeomlott. Ez idő a leggyakrabban feltett kérdés így hangzott. Hogy áll most a dollár? Nem pusztán kíváncsiságból volt ez az első számú beszédtéma egész Európában, a létező legfontosabb kérdés volt. Nem csak az üzletemberek és spekulánsok, hanem a hétköznapi emberek számára is hiszen a dollár árfolyamának alakulása nem pusztán meghatározta a birodalmi márka és a K&K korona értékét. A K&K a Kaiserund Krieg, császár és királyi, tehát az osztrák-magyar monarchia koronája volt hanem azt is jelezte, hogy hogyan fog változni a jövőben ezen országok nemzetközi megítélése. Azok az árfolyamok, amelyeket a valutakereskedelem valuta központjának számító Zürichben és Amsterdamban jegyeztek, nem csak az érintett országok pillanatnyi állapotát legjobban tükröző mérőműszernek számítottak, hanem egyben a spekuláció kedvelt tárgyát is képezték. A pénznemekkel űzött nagyszabású játszmák nem csupán az árfolyamokat befolyásolták döntően, hanem olykor a népek sorsát is. Látjátok most egy kicsit abbahagyom a felvásást. Látjátok mennyire másos a világ. Most van a dollár, van az euró és mondjuk van a, a japán és akkor most vagy a vagy a kínai yuan. ugye három világrész, három globális hatalom harca folyhat, amikor az euró, a dollár és a kínai vagy a japán deviza összehasonlításáról beszélünk. Itt csak Európában is múlhatott dolog azon, hogy ki kimivel spekulál, és ki hogyan tud bedönteni akár kisebb országokat, vagy akár háborút kirobbantani. Tehát óriásit változott a világunk azóta, mióta ugye az ő tapasztalata, illetve ez a könyv. Ez a könyv már most íródott, de úgy értem, hogy az ő élete akkoriban hogy zajlott. Az európai kereskedelem egyre bonyolultabbá vált. Annál is inkább, mert a K&K monarchia szétesése után az új államok melyekben korábban kizárólag vagy részben az osztrák-magyar korona szolgált fizetőeszközül, most saját pénznemek bevezetését tervezték. Az új valuták lényeges, ténylegesen úgy keletkeztek, hogy az örökölt bankjegyeket szakadatlanul lepecsételték és utánpecsételték, és még ezek a pecsétek is napról napra változtak. Majd bevezették az új bankjegyeket a legkülönbözőbb színekben. Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, Jugoszlávia és a többi ország saját államfőjének arcképével díszítve. Mindenhol káosz uralkodott. Az embernek tudnia kellett úszni az ára, sőt azoknak, akik átélték és túlélték, a lehető legjobb iskola volt. A devizapiac minden lehetséges fogását meg lehetett tanulni, valamint azt is, hogy mindig mindennek az ellenkezője is megtörténhet. Olykor akadtak olyan ellenirányú hatások ebben az egyirányú folyamatban, amelyek a közép- és kelet-európai országok valutáinak lenullázódását eredményezték. Néha ezek az ellenáramlatok túlzott spekuláció következményeként máskor meghatározott gazdasági vagy politikai esemény miatt léptek fel. Én magam is ismertem a 20-as években a párizsi tőzsdén egy vagyontalan ügynököt, aki mielőtt tönkrement, a nagy spekulások közé tartozott. A nagy októberi forradalom után nagyszabású BESZ, tehát árasésre játszott, BESZ spekulációval az orosz Romanov Rubalov esésére játszott, elmondja ő is, hát kellett beleszólnom. Helyesen ítélte meg ugyan a helyzetet, vagyis hogy a cári valuta értéke hamarosan nullára zuhan, és fedezetlenül adott el egy óriási mennyiséget, de a határidő napján nem tudott szállítani. Mert valamilyen gyakorlati oknál fogva a Ruben hirtelen eltűnt a piacról lefoglalták a vagyonát, és tönkrement. Néhány hónappal később a Rubel tényleg nullára csökkent, de számára már túl késő volt. Amikor megismertem, már szegény ember volt. Ez az eset klasszikus példa arra, hogy a legszemfülesebb ember is könnyen elveszítheti mindenét, ha túl sokat fektet egyetlen spekulációba, és még egy rövid ideig tartó ellenáramlatot sem sikerül túlélnie. Ehhez hasonlóan szerencsétlen kimenetül esetekre gyakran sor kerül. Ahogy a nagy költő Henrik Heine oly szépen megfogalmazta, bár nem tűzsdei vesztességtől, hanem szerelmi bánától hajtva, régi történet ez, de mindig új és új, kivel épp megtörténik, annak szíve meghasad. <laughs> ez, egy, ez egy rövid kis történet volt arról, hogy milyen lehetett az a káosz, amiben akkor André Kosztalány élt, és egyáltalán az első világháborút lezáró, ugye Párizs környéki békeszerződések, a Versai és a Trianoni békeszerződés milyen helyzetet teremtett Magyarországon. Na most ahhoz, hogy, hogy egy kicsit ezt képletesen is éreztessem veletek, uh, mutatni fogok valamit. Mutatni fogok nektek valamit, hogy pontosan mit jelentett ezeknek a pénzeknek a lepecsételése, illetve hogy ez, pont, ez hogy nézett ki saját gyűjteményemet használjuk fel erre, a régi pénzekkel kapcsolatban. Na, kérem! Ez két darab húsz koronás. Na, az érdekessége az, na várjatok egy kicsit, ha így árnyékolom, akkor szerintem jobban fog látszani. Tehát, mint látjátok, ez a román bélyegző. Tehát a, a rendes koronán látszik, hogy ez lenne a magyar címer, ez még a régi Nagy-Magyarország címer, és a románok mindig arra pecsételték rá. Tehát gyakorlatilag ezt a pénzt, ugye 1913. januárjában bocsátották ki, ez volt az osztrák-magyar monarchia egyik fizetőeszköze, és utána, tehát a trianoni döntés után a széteső államok nem rendelkezve még saját pénzzel, tehát a román állam egyszerűen lenyúlta úgymond a koronát, az Erdélyben forgalomban lévő korona mennyiséget, és ők román felülvégzést használtak. Nézzük, mi fordult még elő. Ezek az úgynevezett kékpénzek. Mint látjátok, egy, egy későbbi tíz ez már, ez már, háborús, tehát ez 1915. januári, ugye akkor már tartott a háború, a románok továbbra is konzekvensen a magyar címet bélyegezték felül. Van még egy bemutatásra váró tíz koronásom. Sajnos Magyarország is ugyanerre kényszerült. Tehát ugye nem használhattuk csak a saját bankjegyeinket, mert nem lehetett tudni, hogy, hogy akkor az most kihez tartozik, ha véletlenül elfelejtették lepecsételni. Tehát Magyarország ugyanúgy lepecsételte a saját pénzeit Magyarország bélyegzővel. Na most nézzünk még egy, még egy, érdekes példát. Mint látjátok, itt van egy 50 koronás, ezen nem, ezen, ezen nem, látszik semmi. Tehát ott a magyar címe, nincs rajta semmilyen pecsét, azt gondoljátok, hogy ez nincs lepecsételve. És itt van egy 100 koronás, ahol szintén a román bélyegző látható. De ha megfordítom, akkor látszik, hogy a hátoldalán az osztrák állam így bélyegezte le a saját pénzeit. Tehát ők, ők úgymond azt a tisztességet megtartották, hogy az osztrák-magyar pénzek azok két oldalúak voltak, ez az oldal volt a magyar, ez az oldal volt az osztrák, és hogy ők a saját oldalukra bélyegeztek. A, románoknak ez nem okozott gondot, hogy mindig a magyar címet bélyegezzék felül. És tényleg csak az érdekesség kedvéért megmutatom az akkori legnagyobb címletet, már akkor is volt nyilván infláció. Ez egy 1000 koronás volt, magyar felülbélyegzéssel, elfordított magyar felülbélyegzéssel, ezért már egy házat lehetett venni ez az 1902-es kibocsátású, tehát ez még egy nagyon régi, és aztán a háború végén gyakorlatilag 1918-ban kibocsátották szinte, tudom már egy kicsit árnyékolni, itt talán jól látszik. Igen, tehát ez az 1918-as kibocsátású tízezer korona, ez már lényegesen kevesebbet ért, tehát ekkor már óriási infláció volt. Na most ebben a közegben kellett Andékosztalánynak olyan szinten öm, boldogulnia, ahogy végül is boldogult. Uh, azért gondoltam, hogy megmutatom nektek ezeket a pénzeket, hogy ne csak, ne csak egy ilyen elméleti. Ez, ez volt a tárgybemutatás. Az elején nem akartam azt mondani, hogy régi pénzeket fogok bemutatni, mert akkor lelőttem volna a poént. Ez, ez volt a tájbemutatás lényege. <kül> Majd lesz egy olyan külön videó, amiben a, a régi pénzekről fogok beszélni, vagy egyáltalán így a. Nem csak régi pénzeim vannak, hanem ugye régi eh, papírokat is gyűjtök. Ezben már elfordultam úgy, hogy inkább azt a szép hátteret lássátok. Most ezzel nem az volt a célom, ezzel csak annyi volt a célom ö, bemutatni, hogy ö, ez majd előfutára annak, hogy hogyan kezdődött mondjuk ez a, ez a szeretetem, hogy a régi, régi papírok, régi pénzek felé. Tehát amikor olvasok egy történetet, olvastam egy ilyen kosztolány történetet, azonnal elő tudom venni a, a, a pénzeimet, és amit ő elmond, azt ö, de facto alátámasztja az, amit a pénzeken látok. Tehát ez már nem lehet egy hamisítás, Nem mondhatja azt, hogy ó, hát annak idején lepecsételték a, lepecsételték a pénzeket. Ezek a pénzek előbb voltak meg nekem, mint ahogy ezt a Kostolány könyvet olvastam volna. És csak utána jutott, hogy már nincs csak, hát akkor ezek nekem ott vannak, meg tudom nézni. Um, André Kostolány legnagyobb fegyverténye, hát ez nehéz így mondani, hogy egy fegyvertény, legnagyobb uh, üzleti sikere az volt, amikor a második világháború után német birodalmi kötvényeket vásárolt, mert ő abban bízott, hogy az, amit nem fizetett ki Hitler, tehát amit az 1930-as években kibocsátott a német állam államkötvényeket, azt majd az új alakuló német kormány esetleg ki tudja fizetni. most ezzel meg többször össze a vagyonát. és erről akarok egy kis videóben játszást csinálni nektek. Meglátjuk, hogy mennyire fog ez sikerülni. Elkészítettem ide előre ezt a kis videót. És remélem, hogy azért látszani fog valami majd ebből a dologból. Ezt a, ez, egy, ez egy interjú, már, már nagyon öreg itt, tehát Magyarországon zajlott egy interjú vele. Megpróbálom a mikrofont is oda tenni közel, hogy lássátok, várjátok. Amiben elmondja azt, hogy, hogy hogyan is zajlott ez. Nem tudom, mennyire látszik. 46-ban. 46 46-ban. 46-ban, közvetlen, mindjárt háború után az első nagyon nagy spekulációm volt háború után a német külföldi költségek. Na jó, ez nem látszik. Várjatok. Jó kölcsön, amit vettem, ezen frank névértékért fizettem 350-35 percet. Hiszen a németek nem fizettek, szóval teljesen a nullán kezdték újra 46-ban, és ezeket a német kötvényeket vettem. Egész pénzemet ebbe tettem, és akkor persze rögtön lementek 250-re, a barátaim mind összesítak, hogy milyen tippet adtam nekik, és mind eladták 250-nel, mert evide 350-nel veszik, az a rögtön lebekítszett. Én azonban 250 re hozzávettem, azt mondtam, Adenauer egy nagy ember, az rendbe a Németországot, visszaállt egy, egy demokratikus, szabad Magyarországot, és újra fogja fizetni a német kötvényeket, amelyeket az Hitler nem fizetett tovább. Amikor végeredményben a németek mindent visszafizettek, és nem csak visszafizettek, hanem revalorizáltak, és minden kötvényért kifizettek. Zage und Schreibe, ahogy németül mondják. Minden kötvényét, amit 250-nel vettem, visszafizettek 35 ezer francból. 130-szoros pénzzel. Azt mondván, és Adenauer, én a franciákat, azért mai barátaimat, és jövendőbeli is szövetségeseimet, nem csaphatok be, hogy nekik devalvált frankot fizessek. Én revalorizálom, mint a dollárban lett volna. És ez 35 ezer. Küldtem neki egy ajándékot, egy gyönyörű, nagyon drága. Kicsit meg. Kicsit uh, megváltozott a. <laughs> a helyszín be kellett jönnöm azért, mert odakint nagyon világos volt ahhoz, hogy, uh, hogy ezt végig tudjam mutatni. De remélem a történetet azért hallottátok, az volt a lényege, hogy azokat az ezer korona, vagy azokat az ezer birodalmi márka névértékű részvényeket, vagy kötvényeket, amiket, a, amiket 1930-ban kibocsátott még, a háború előtt az állam, ők úgy gondolták, hogy ennek nem lesz sok értéke az akkori befektetők, és ezt felvásárolta gyakorlatilag, hát potom pénzért. Várjatok, most jó visszaállítottam ezt, így, talán így látszódom, igaz? A podom azt jelenti, hogy 350 ért, a történetből remélem hallatszott azért egy kicsi abból, amit, amit uh, sikerült itt betennem. Tehát a, a, a 350 utána egyből lement uh, 250-re. <laughs> Tehát ez, ez ilyen tőzsdéskörökben tipikus, hogy abban a pillanatban, hogy megveszem, abban a pillanatban fog lemenni, és abban a pillanatban fog úgy lenni, hogy na mindenki más olcsóban megveheti, mint, mint ahogy, én megvettem. De akkor még mindig bízott abban. Tehát a saját elméletében bízott, és azt mondta, hogy 250-en még tovább vásárolt hozzá. És képzeljétek el, hogy amiket 250-en megvet, ha csak az eredeti névértéken váltja be az állam, akkor is négyszeres, négyszeres pénzt keres. Mert az ezer uh, birodalmi márkás kötvényt 250 ér, ugye visszaváltották volna ezerért, az négyszeres pénz. Nem ezerért váltották vissza, hanem 35 ezerért. 35 ezerért váltották vissza. Ugye ez megint bekerült a történelemkönyvekbe, mint uh, André Kostanály legnagyobb húzása, meg 130 szorozta a pénzét. Tehát ha volt millió, akkor utána lett uh, 130 milliója. Na most, hogy mennyi pénze volt, uh, erről egy korábbi, ezt a videót majd be fogom nektek linkelni, az a cím, hogy világpolgár. Nagyon, nagyon szép interjú. Hát az elején Járai mond, ugye egykori jegybankelnök, Cvak Péter, ugye a, a Cvakonikum tulajdonos alapítója beszél róla. Tehát itt ilyen, ilyen komoly híres emberek beszélnek. André igen, jó szívvel. Mesélt egy olyan történetet is, ugye, amikor, a, amikor 1940-ben a németek bevonultak Párizsba, akkor ő, ahogy ő mondja, ő meg kibanult, és New Yorkba került. Ö, könnyű dolga volt, már akkor 200 ezer dollárja volt a bankban, és ezt ő a mi lefordította, az mai pénzen 4 milliónak számít. Na most ha azt gondoljátok, hogy az összes pénzét betette, ugye ez a háború előtt volt, és 1946-ban tért vissza Párizsba, és akkor csinálta ezt a német birodalmi márka tranzakciót, azt a 4 milliót mind betette, de mondom csak egyet, akkor 130 milliót vett ki utána belőle. 1946-os 130 millió most ö, szerintem olyan 2-3 milliárdot érett, vagy akár még többet is. Tehát ez egy generális tranzakció volt. Most mondhatjátok sokan, hogy hát igen, egyszerű alkalom volt, mert egyszer volt német újraépítés, egyszer volt a háború, stb. És most kezdődik, hadd térjek rá most arra, arra, a, arra részre, ez lesz a beszélgetésünk második fázisa, mondhatni befejező fázisa, hogy miért, miért jó ez nekem, mi ebből a tanulság. Az első, és én ezt már tudom, nem csak ebből, de másból is megtanultam, nincs olyan, hogy ez egy egyszerű lehetőség volt mert ez csak utólag számít lehetőségnek, hogy a német, tehát hogy a háború miatt és a német újraépítés miatt ez úgy megduplázódott. Ezt csak utólag tudjuk. Akkor abban a történelmi helyzetben, abban a kontextusban ezt nem lehetett tudni. Tehát a lehetőség mindig, mindig úgy történik, hogy bele kell képzelned, hogy a jelenlegi helyzetből hova juthatunk el. Lehetőségek mindig vannak éppen ezért. Mindig-mindig más és más a lehetőség, és az, hogy ez egy lehetőség volt, az mindig utólag derül ki azok számára, akik nem tudnak úgy gondolkodni, mint ahogy André Kosszalány gondolkodott. Próbáltam nektek elmondani a, a tegnapi két nappal ezelőtti esti videóban is, hogy elképzelhető, hogy a Covid-ból most jelenleg azt... Pinnat iszok, mert megint berekedtem. André volt egy... Volt egy olyan mondása is, hogy most, hogy öreg, ugye 93 évesen halt meg, elég nagy kort megélt. Minden álma az volt, hogy megéri a 2000, -et. Tehát, hogy a, ez, az év, ez az évtized, az évezred, az évszázad mindennek a végét nem sikerült neki sajnos. Szeptember 14-én halt meg, azt hiszem 1999-ben. Én még akkor néztem ezt az interjút, amikor amikor ö, életben volt, ha jól emlékszem. tehát van, van egy ilyen nagyon érdekes. Tegnap valaki mondta nekem azt, hogy a két nappal ezelőtti feltárulkozásom, amikor fel, felvázoltam a problémákat, és azt mondtam, hogy Szenekához hasonlóan nem találom én sem az irányt a hajó számára, hogy ez egy ilyen életközepi válság, és hogy most találok rá ezekre a dolgokra, amik aztán magyarázatul szolgálhatnak, hogy hova merre, eddig. De nem, ugye ő 1999-ben halt meg, én ezt már azelőtt tudtam. Tehát már 20. Már egy évvel ezelőtt tudtam, 25 évesen, hogy én ezt szeretem, tehát hogy ebből, ebből nagyon sokat lehet tanulni. És ezek a tanulságok igazából mostanra csapódnak le. Sokszor van úgy, hogy sokáig kell várni arra, hogy, hogy valami lecsapódhasson. Tehát térjünk vissza megint erre a két nappal ezelőtti videóra, amikor azt mondtam nektek, hogy a Covid helyzet kapcsán most csak azt látjuk, most csak azt látjuk, hogy maszkot kell hordani, és sajnos, sajnos emberek halnak meg. Tehát, mint hogy a második világháborúban is csak azt láttuk, hogy háborúban emberek halnak meg. Ö, sokan Elítélik a, tő, a spekulánsokat és a, és a törzsdecskákat azért, hogy, hogy ők szívtelenek, hogy nem gondolnak az emberi szenvedésre, csak arra, hogy pénzt keressenek. Hát, ö, ha úgy vesszük, lehet gondolni az emberi szenvedésre, de attól, attól még ez nem fog megváltozni. Ő sem tudta volna egymaga megállítani azt, hogy Hitler lerohanja úgy egész Európát. Na most. Szintén nem tudunk mit tenni azzal a kapcsolatban, ami a, amit a Covid okoz, de elkezdhetünk gondolkozni. És én már felvázoltam nektek egy ilyen ö, elméletet, miszerint lehet, hogy ez a digitális oktatás lesz a jövő. Sőt, képzeljétek el a tegnapi ö, sétámra, ugye, amikor lent a parton ö, sétáltam, valaki beírta, hogy. Nagyon köszönöm ezt, a, ezt az online ö, helyet, egyébként soha nem juthatnék el ilyen helyekre, tehát ő nagyon köszönöm, hogy ezt meg tudta nézni, és felvetődik, hogy elképzelhető, hogy ez lesz a jövő, hogy majd online fogunk kirándulni is, mint ahogy az oktatás is távoktatás lesz, a kirándulás is távoktatás lesz. És képzeljétek el, ez szöget ütött a fejemben. Annyira elképesztő, annyira elképesztő ez a gondolat, hogy majd virtuálisan fogunk nyaralni is, hogy akár még igaz is lehet. A digitális oktatásra való áttérés. A, az, hogy az, az emberek közötti interakció sokkal inkább lesz egy ilyen dolog, hogy én itt ülök, egy kamera előttem, mögöttem a szép táj, és akkor megpróbálok veletek beszélgetni, miközben itt a kommenteket olvasom. Elképzelhető, hogy ez sokkal inkább egy, egy, egy jövőbeli valóság lesz, és sokkal hamarabb, mint ahogy azt, azt gondolnánk, emiatt a covidos dolog miatt. Na most, hát hogy lehet ebből pénzt keresni, hogy lehet ezzel spekulálni, hogy lehet erre esetleg jövőbeli szolgáltatásokat felépíteni, az még mind a jövő kérdése. Ebben nem akarok belemenni, hogy ezek üzleti, tana, üzleti döntések, ez már üzleti tanács lenne, nem akarok ilyet mondani senkinek. De az mindig tény, hogy aki, aki először gondolkozik és először gondolkozik jó, mindig az nyeri a legnagyobbat. És ezzel rögtön vissza is térhetünk ahhoz, hogy ö, mit jelentenek számomra ezek a dolgok, mit jelent számomra Andékoztalány. Először is ennek a videónak a hatására gondoltam azt, hogy esténként meg kéne egy pohár vörös bort. Ő ezt mondta, így próbál az egészségén javítani, az orvosa tanácsára esténként egy pohár, egy deci vörös bort megivott, így próbálta megélni a 2000 sajnos nem sikerült, de ez hatása volt rám. Hatása volt rám, képzeljétek el, azelőtt is szerettem a bort, tehát nem voltam soha sörös, én nem, nem szerettem soha a sört, de akkor valahogy ez így, ez így jobban. Tehát ha csak egy nagyon kicsi szellemi öröksége is van, ez volt a szellemi örökség, megszerettem a barokat. meg megint. Ez egy spanyol verdehu egyébként. Kicsit olyan, a magyar borhoz próbálnám hasonlítani, kicsit olyan szürke barát. Egy szürke barát. Szeretem a verdehót, olyan kis enyhén fűszeres, kis könnyű, kis... Uh, lehet, hogy inkább rizlinges, nem szürke barát. Mindegy. <kül> a másik, ami, ami lecsapódott, ezek a, ezek a történetek. Felírtam ide, tudom kívülről, de felírtam ide egyet, hogy ne felejtsem el semmiképpen. El akartam nektek mondani. És azt hiszem, ezt már tegnap is megint szeretnék mindig-mindig visszautalni azokra a dolgokra, amiket már elmondtam. A két nappal ezelőtti beszélgetésben is elmondtam, hogy az, az a jó, amikor az ember nagyon paraszti egyszerűséggel tudja látni a dolgokat. És ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Erre egy bizonyíték André Kostolánytól. Akinek sok pénze van, annak lehet spekulálnia. Akinek kevés pénze van, annak nem szabad. Akinek egyáltalán nincs pénze, annak muszáj spekulálnia. Pff, így, így hátradőlök, és örülök, hogy nem esek hanyat, vagy nem szakadok le, mert ez, ez, akkora súlyú. Lehet, hogy most azt nevetségesnek tartjátok, hogy ezt eltúlzom, de ebben, ha semmi más nem tanítanának közgazdaságtamból, mondjuk csak ennyit, akkor, akkor ez egy óriási dolog lenne. És nem hiszem, hogy ezt tanítják az iskolában egyrészt azt hogy akinek sok pénze van, annak lehet spekulálni. Tehát azt mondom, hogy én megengedhetem magamnak, és ez már diversifikálja. Tehát ez már feltételez egy diversifikálást. Azt mondom, van egy millió, százezeret, kétszázezeret megkockáztathatok. És akkor azzal lehet spekulálni, ugye? Akkor már, akkor már nem az összes pénzét bukja el az ember, de akkor már megengedheti magának. Ugye azt szokták mondani, hogy mindig annyi pénzzel játszunk a tőzsdén, amennyi, amennyi, nem fáj elveszíteni. Kinek mennyi nem fáj, ugye? Ez mindenkinél más. De ezt meg kell tudni ítélni. Akinek nincs kevés pénze van, annak nem szabad. Hát, ha kevés pénz, és ezt is mondtam nektek erre egy analógiát, gazdagnak az számít, aki a környezetéhez képest gazdagnak számít. Tehát abban az élettérben, ahol ez. Szegénynek... <coughs> szegénynek ebből a szempontból is, tehát kevés pénzűnek, inkább így mondom, azt számít, akinek ugye a saját megítélése szerint a minden, minden, mindenkori élete fenntartásához szükséges számlák kifizetése gondot jelent. Azért mondom, hogy a, hogy a mindenkori, a saját életéhez képest, mert én tarthatom magam szegénynek, mert nincs hajom, attól függetlenül, hogy én még azt hiszem, hogy a fene essen belé, hogy Ilyen teraszon, ilyen háttérrel ül. <laughs> Köszi. De ez is már determinál arra, hogy akinek kevés pénze van, és ezt neked kell tudnod megítélni. Neked sok pénzed van? Neked kevés pénzed van? Vagy egyáltalán nincs pénzed? A legutolsó, a legegyszerűbb. Akinek egyáltalán nincs pénze, annak muszáj spekulálnia. Ö, a, óriási mentális erőt ad ez André Kostolánytól, hogy azt mondja, hogy akinek nincs pénze, az ne sírjon, az ne az utcán kéregessen, az, az azt küzdjön a -e legjobban. az azt tegye meg azt, hogy, hogy, akkor spekuláljon, akkor találjon ki dolgokat, akkor, akkor bármi történik, csak próbáljon meg úgy cselekedni, hogy, hogy abban a lehető legjobban jöjjön ki. Mesélt egy, volt egy másik történet, ezt most nem akarom felvasni, csak gyorsan fejből elmondom nektek, amikor arról mesél, hogy mindig vannak ilyen pénzkéregetők, meg ilyen tarháló emberek körülötte, és csak azért, hogy a pénzhez való viszonyt az ember el tudja képzelni, elmesélt egy ilyen történetet, hogy egy, egy bizonyos, hát egy ilyen tarháló ember, nevezzük mondjuk Johnnak, elment egy barátjához, és akkor pénzt kért tőle, és azt mondta, hát ezer frankot kér tőle, de a másik csak ötszázat adott neki. És akkor azt mondja a végén John, hogy na várjunk csak akkor, hogy állunk most? Te tartozol nekem ötszázzal még, vagy én neked? Értitek? Két ezeret, csak ötszázat kapott, akkor most várjál már, akkor te tartozol még nekem ötszázzal, vagy én neked? Elképesztő. És valójában ezek is csóró kéregető, aki így 500 két kért, hogy valami, egy elképesztő módon tudta megfordítani azt a dolgot, hogy hogyan jusson még hozzá a maradék 500-hoz. Er, erről beszélek, hogy ez svihákság, ez tehát ez, ez egy ilyen slendrián valami, de történet szempontjából ez egy nagyon szép dolog. Úgyhogy ezt a mondást is nagyon szépnek tartom. Rengeteg ilyen van André Kosztolány könyveiben. Én azt javaslom, be fogom linkelni ezt az interjút, világpolgár, ezt nézzétek meg, mert ez, ez és, ja, és ez a másik, amire nagyon felnézek. Tehát én mindig úgy gondoltam, hogy hogy amikor az életünket éljük, akármilyen spekulánsok is, vagy valami, tehát ő veszíteni is becsülettel tudott. Kérdeztétek, mit szólok Biden győzelméhez? Én úgy gondoltam, hogy ez fog bekövetkezni. Ugye ilyenkor van egy ilyen protokoll, hogy a, a vesztes elismeri a, veszteségét, Trump ezt nem tud, a vereségét, Trump ezt nem volt hajlandó megtenni. Ilyenkor a, az etikett az diktálja, hogy a, a, győztest meghívják a fehérházba, Trump ezt nem akarja megtenni. Ö, valahogy úgy érzem, hogy a mai világból kiveszett az a fajta úriemberség, amit André Kosztolány képviselt, amit akár majd később az interjúban meglátjátok, Cvak Péter képviselt. Tehát ez a tört, ezek a történetek, amikről André Kosztalány beszél, egy olyan világról mesélnek, ahol bár történtek háborúk, háborúk tehát nyilvánvaló, hogy nem, nem mindenki matyóhímzés volt annak idején sem, de mégis ez valahogy egy ilyen, egy ilyen számunkra ma már elérhetetlen úriemberi közelségben és minőségben történt akkor is. Ma pedig úgy érezzük, hogy politikai bohócokkal vagyunk körülvéve, és, és nem érezzük azt, hogy bármiféle olyan stabilitás vagy érték lenne az életünkben, amiket lehetne követni. Nem tudom, hogy lehetne egy politikust is felmutatni. Nem csak a magyarokra gondolok, hogy ezeket felejtsük el. Lehetne egy olyan politikust is felmutatni, akit ma úgy lehetne követni, mint ahogy Adaneuert. És azért akartam ezt a kis videóbejátszást nektek megmutatni, mert látjátok, az akkori gondolkodás azt jelentette, hogy hogy André Kosztolány azért fektetett be ebbe a birodalmi kötvényekbe, mert egyrészt bízott a német népben. Tehát tudta, hogy szorgalmas, becsületes nép, attól függetlenül, hogy háborút kezdtek és kiirtottak egy csomó embert, de attól függetlenül gazdaságilag ez, ez biztos, és bízott ben Úgy gondolta, hogy egy úri ember, aki azt, aki azt, mondta, hogy újjá fogja építeni az országot, és ennek része az, hogy vissza kell fizetni ezeket a dolgokat. Tehát amikor az első videóban Adenauerről beszéltem, és megpróbáltam felértékelni azt, hogy 72 évesen mibe kezdett bele, most Joe Bidennek 78 évesen kell újrakezdeni azt, hogy betemesse azokat az árkokat, amiket Trump ásott, és, és megpróbálja egyesíteni újra, hogy ő mondta, hogy uh, tegnap este élőben néztem egyébként hajnali négyig az ünnepi a beszédét, tehát uh, nem tudtam aludni, úgyhogy végignéztem, <laughs> négy napja nézem folyamatosan ezt a dolgot. Azt mondta, hogy there will be no red states, there will be no blue states, there will be just the United States. Tehát nem lesznek vörös államok, vagyis republikánusok, nem lesznek kék államok, vagyis demokratállamok, államok, csak egyesült államok lesznek. Uh, ahogy, ahogy ezt előre soha nem tudjuk, hogy mi válik örök klasszikussá. Amikor Kennedy elment Berlinbe, és ugye, ö, ö, és ugye azt mondta, hogy I'm a Berliner, vagy én is berlini vagyok, amikor Nyugat-Berlin körül volt zárva, és repülőke kellett a, a, az utánpótlást vinni, nekik már az oroszok körül zárták, vagy azt mondta, hogy tehát vannak ilyen híres mondások, amik utólag válnak híres, és akkor még akkor érzi már az ember akkor is, hogy, hogy na ez egy olyan dolog lesz, ami így, ami így megmarad. És lehet, hogy Biden-től ez lesz az, hogy there will be no red state, there will be no blue state, just the United States. Lehet, hogy ez egy olyan lesz, majd meglátjuk. Nézzük, nézzük vissza ezt a videót, mondjuk 5-10 év múlva, és akkor meglátjuk, hogy ezt idézik-e Biden-től, vagy valami mást. Tehát az a fajta egyesítés, amire őrült törekszik, én azt hiszem hiányzik a világból. Nagyon sok olyan emberre lenne szükségünk, mint Conrad Adenauer, mint André Kosztolány, és majd még fogom sorolni, remélem ez a sorozat tud folytatódni. Annak ellenére, hogy Szerényebb a látogatottság, látom, hogy kevesebb a komment, látom, hogy kevesebb a kérdés, lehet, hogy ez egy kicsit uh, már egy olyan téma, ami, ami nem egy nagy közönség számára érdekesítő, mint amikor lemegyek a partra sétálni, de ugye egyrészt ez is én vagyok, másrészt azt gondolom, hogy uh, nagyon fontos ezekről, ezekről tudni. Tehát, ahogy ahogy elmondtam ebben a két napon, ezelőtti videóban is a a probléma megoldás uh, uh, egyik alapfunkciója, az hogy nagyon-nagyon sok dolgot kell annak az illetőnek megismernie, mert valahol ott lesz a kulcsa problémájához. Ö, probléma azért van, minden problémára van megoldás. Mindegyikre ki. Nincs olyan probléma, amire nincs megoldás. Csak ő nem látja. Lehet, hogy én látom, de ő számára nem tudom ezt úgy láttatni, mert mondjuk úgy blokkolja ez a, ez a filter, ugye a tudatalatti, hogy ő nem látja azt a megoldást, de mondjuk lehet, hogy én látom, és egy kerülő úton ezt meg tudom neki mutatni, de ehhez nagyon-nagyon sok új információra van szükség. Ezek az információk, ezek tökéletesek. Számomra ezt jelenti André Kosztanány, a tapasztalatok, az, új, az egy letűnt kor ö, olyan becsületét, ami, amit ma már csak visszasírhatunk. Hangsúlyozom annak ellenére, hogy akkor is voltak háborúk, és azt a mérhetetlen bölcsességet, amit egy ilyen egyszerű idézetből, ugye spekulánsokról alkotott idézetből ő el tudott mondani. Most befejezésül gyorsan nézzünk egy pár kommentet, lássuk, hogy ti mit gondoltok ezekről a dolgokról. Most kérdezhettek is. Vagy esetleg mit tetszett, vagy mi nem tetszett. Charlie Philpo. Úristen, Bud Spencer és te Hill is ott van veled? Nekem nagyon tetszik a téma. Charlie Félpó, akkor fogadunk a szerencsejátékon. <laughs> a görögöt megverjük. Ti meg nem szeretnék online kirándulni, azért a tenger az tenger, és nem egy laborvíz a teraszon. Ráadásul idegenvezetőként szeretnék működni. Igen, hát csomó olyan dolog van, amit szeretnénk, meg amit nem szeretnénk. most így nem látok, de, de úgy meg a izéket nem látom. Tehát én most küzdök azzal, hogy majd megvakítanám. Tehát azt hiszem, hogy ez a helyzet az, amiben nem az történik, amit szeretnénk. Tehát a covidos helyzet az egy olyan helyzet, amiben sajnos... Most még azt mondom, hogy sodródnunk kell a hullámokkal. Most még azt mondom, hogy itt ülve a kis erkélyen, a kis, kis pohár borommal, a kis székenben, még ha egyedül is, de ezt túl kell élni. Ezek most olyan időszakok, amikor túl kell élni, ha megnézitek ezt, ezt, az interjút, amit be fogok linkelni André Kosztolánya, 45 perc talán rövidebb, mint én szoktam lenni, de sok százszor többet tud mondani, mint amit én tudok nektek mondani, még rövidebb idő alatt is, azt mondja, hogy Na figyelj meg, amikor én, én fekszem a kanapén, vagy akár csak ülök és szundikálok, vagy úgy tűnik, mintha nem figyelnék, én akkor is gondolkozom. Ezt mondta. Én akkor is gondolkozom. Mindig gondolkozik. Soha nem hagyta abba a gondolkozást. Most azt tudjuk tenni, hogy kivárjuk, feltesszük a maszkot, Bentülünk ha bent kell ülni, nem megyünk ki, ha nem, kell, nem szabad kimenni, de gondolkozunk. És készülünk arra a jövőre, ami majd a Covid után lesz. Reméljük, hogy lesznek kirándulások. Henriett Horváth, ma király vagy. Tegnap nem? <laughs> Jó, szeretem a dicséreted. Edina Molnár, lehet, hogy az online tér nagyon kitágul, és az élet minden területét átszövi majd, de ez nagyon sajnálatos lenne, mert már így is nagyon elkorcsosultak az emberi kapcsolatok. Az online kirándulás pont azt veszi el, amiért érdemes menni a közvetlen élményt. Ö, egy részével nagyon egyetértek ennek, tehát a, amikor azt mondom, hogy az elkorcsosulás felé haladunk, de ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés. Mit gondoltak Elvis Presley-ről? Azt gondoljátok Elvis Presley-ről, hogy, hogy ma már klasszikus, tehát, tehát a mai punk, rock and roll, mit tudom én, heavy metal, akármihez képest, ő egy klasszikus ember volt, mindig rendes Na most az 50-es években Elvis Presley-t gyakorlatilag a szexuális megnyilvánulásai miatt is sokszor bírálták. Tehát az 50-es években ez a csípő mozgás, amit itt tudott csinálni, az már egyfajta szexuális zaklatásnak számított. Tehát a saját korában Elvis Presley too much volt, túl sok volt. Most meg már egy klasszikusá vált. Tehát az, hogy az értékeink mihez képest korcsosulnak el, vagy mihez képest változnak, ha most klasszikusnak tartjuk, akkor elkorcsosultak az értékeink az 50-es évekhez képest? azt hiszem, hogy ez egy nagyon erősen filozófiai kérdés. Egyetértek azzal, hogy az általános érték, az, általános trend a devalváció, tehát az, hogy, a, hogy, az értékek egyre csökkennek, de ezzel nagyon kell vigyázni, hogy mit tartunk klasszikus értéknek és mit nem. Nyilván ez, ez embertől függ, hogy kinek mi számít a klasszikus értéknek. A közvetlen élmény elvesztéséről pedig nem biztos, hogy egyetértek attól függ, kinek mit jelent egy kirándulás. Az, hogy érzed az óceán illatát, azt, hogy a tenger illatát, azt, hogy a szél fúj, stb. Nem hiszitek el, de ezt mind lehet szimulálni. Mozikban már régóta dolgoznak olyanokon, hogy ilyen szagefekteken. Tehát, hogy mit te lőnek, akkor a szagát érzed, gumicsikorog, akkor. Tehát ilyenek már nagyon régóta dolgoznak. Ugye a virtuális valóságon is nagyon sokat dolgoztak, és ugye ezek a sisakok, amiket felveszünk a fejünkre, ezek már teljesen odavarázsolnak. Én nem így látom, tehát én azt gondolom, hogy egy kirándulásnak elsősorban az az előnye, és most megint filozófiai mélységekbe megyek, hogy számomra legalábbis az a kirándulás valamit hozzáad ahhoz, amilyen vagyok. Vagy egy, vagy egy olyan fajta feltöltődést, ami aztán előtted ahhoz, hogy tudjam folytatni, vagy egy új látásmódot, vagy egy örömet, vagy, egy, vagy, egy, vagy valaminek a, a bekövetkeztét. Na most elképzelhető, hogy ennek nagyon sok része azért online is megvalósulhat. Üm elképzelhető, hogy ha látom a tengert online, így, mint ahogy ti a tengert, attól függetlenül, hogy nem igaziból vagytok a tengernél, még felmerül bennetek a vágy, hogy de igen, a tengerre szeretnétek menni, a tengernél szeretnétek élni. Vágytok. Látjátok mögöttem ezt a, ezt a szép völgyet, ugye alattam. Én vagyok itt legmagasabban, és alattam meg a völgy. Fizikailag nem vagytok itt, de el tudjátok képzelni, hogy most így az arcomba fúj a szél, onnan tűz a nap. Ha lenézek a medence van alattam, és mit tudom én, még 500 ház, ez kialakít egy érzést bennetek, akkor is, a fizikailag nem vagytok itt. Az, amit kialakul bennetek érzés, annak csak a betetőzése lehet az, hogy fizikailag is majd itt lesz valaki. Tetszik, amit írtál, csak mellé, mellé mondtam azt, amit hozzá gondolok. Mert ugye gondolkozni kell, ahogy André Kosztolán is megmondtam. Sörös Melinda, én is a bort szeretem. Vagy <laughs> de ezt a poént nem lehetett kihagyni. Elmondom még egyszer. Sörös Melinda, én is a bort szeretem nem akarok gonyolodni a neveddel, de ez tényleg, ez jó poén volt. Ha ezt annak szántad, ez fantasztikusan jó volt. Tímel gerencsért kérni is akartam a linket. Igen, meg fogom adni a linket. Vargányi Görben óra, ma remélem első leszek. Jó az inged. <laughs> nem tudok visszalapozni a többi kommenthez. Miért nem lapozódik vissza a többi kommenthez? De azt hiszem véget értek, a, véget értek a kommentek. Igen, te voltál az egyetlen, aki azt mondta, hogy jó az inged, és ma jól öltöztem fel. Jó, hát akkor úgy látom, hogy a mai ö, videónk az ennyi volt. És szokás szerint búcsúzásul megmutatom nektek még a, még a környéket, tehát ez lesz most a, a búcsú. A mai adás egy kicsit ö, megint jobban rólam szólt, és arról, hogy, hogy mit gondolok, remélem ezt sikerült nektek jól átadni és jól bemutatni és akkor, hogy valami, valami olyan élmény is legyen. Látjátok, a felhők megint nagyon felkerekedtek, de alapvetően a völgyben szépen süt a nap, és hát a hegy oldal is napban úszik. És a medence. Ja, ezt meg akarom mutatni egyébként. Képzeljétek el, hogy a két nappal ezelőtti viharban óriási mértékben, hát nem látszik innen sajnos, de a szomszéd medencéje tiszta fekete, a másik medence is tiszta fekete, az én medencében is volt egy kicsi, de valahogy az én szűröm jobban feldolgozta. Tehát az a hatalmas eső, vihar, meg minden nyavaja, az úgy, az úgy időnként így túl szokta ütni a medencéket. Nagyon sok helyen látom azt, hogy feketék a medencék. Most innen nem látjátok, de de gyakorlatilag ez ez a látványtáról most elénk. A tenger szép, nincsenek túl nagy hullámok, látok kint egy hajót. Ez tipikusan olyan idő, amikor azt mondanám, hogy hát kérem, én most, én most bizony beülnék egy hajóra, és, és mennék. És ott tovább a könyvét. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok. Ha tetszik, lájkoljatok. Nagyon szépen haladnak a lájkok, már 6700 vagy 800 körül járunk. Tegnap még csak 6200 volt azt hiszem, tehát így egész, egész szépen haladunk. Öm... Örülnék neki. Talán még lehet, hogy karácsonyi meglepetés előtt lesz az, hogy el tudom érni a tízezeret. És hát minél többen kommenteljétek, ez, ez a cél. Ha elérjük a tízezeret, akkor azt gondolom, hogy egy nagyobb, állat, nagyobb, merítés lesz, és szélesebb társadalmi rétegek tudják elmondani a saját véleményeket arról, amikről mondjuk én is beszélek. Jó, szép hétvégét, a maradék hátralévő kis vasárnapi időre. Remélem a vasárnapi jó volt, én ma még nem ettem semmit, csak ezt a volt ittam, <laughs> úgyhogy én most elkezdek enni valamit. Sziasztok és köszönjük, hogy itt voltatok.